A nosztalgik a kiállítás valójában, igaz, hogy tükörcserepek címet kapta, de egy olyan válogatás, amire olyan képeket is hoztam, amit kiállításokra nem szoktam elvinni. Tehát itt szerepel olyan, ami 1976-77-ből való az én 20 éves önarcképen, meg a nagymamám képe, tehát ezek itt a legrégebbiek, és a többiek pedig már a későbbi éveknek a termései. A játék hőfoka és az éppen megtalált kompozíció együtt, az ugye folyamatosan engem gondolkodtat. Tehát a fotózás számomra egy ilyen nagyon gyors, asszociatív gondolkodás. Ennek az irodalmi, képzőművészeti szeretetgyűjteménynek az anyagából rendeződött meg ez a soroksári emlékkiállítás, ahol korábban még életében számos emlékezetes fellépésére, műveinek bemutatására került sor, és ebből az együttesből válogatva jelenik meg majd a tárlat zárására egy szép kötet, grafikai és költészeti munkásságát egyként reprezentálván. A Várhalmi András, az akkori igazgató, az meghívott, hogy vezessek, vagy próbáljunk meg egy ilyen kört, mert még előtte ez nagyon régen működött, csak aztán volt egy hosszabb idő, amikor kimaradt, és akkor bejöttem, és elkezdődött a történet gyakorlatilag. És hát most jelen pillanatban úgy 18-an vagyunk, épp most számoltuk össze az igazgatósággal.